Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit. Valahol Rákos borzasztó, most nem mondom meg, hogy hol. Nem lényeges a történet szempontjából, viszont még régebben láttam itt valami érdekességet, és mondtam, hogy most visszajövök, akkor nézzük meg. Mindjárt mindjárt is mutatom. Tehát itt egy kerten belül van, de ez itt elnézést olyan, mint egy vasúti vagon. Szerintem régebben fénykorában az volt, csak nyilván a forgóbázát leszették róla, és kapott egy gumikereket. És nyilván pótkocsinak használják. De nekem ez nagyon gyanús, hogy ez valamikor vasúti vagon volt. És van itt még egy egyébként, de azt mindjárt megmutatom azt is. Kicsit a kerítés is hézakos, de nem fogunk bemenni. Talában nincs értelme elég, csak hogyha innen megmutatom, hogy szerintem ez is egy vasúti vagon volt valamikor a fénykodában. És látszik, hogy oda van bevezetve a villanyvezeték is. Szerintem itt lehetett a portásnak valaminek a helye régebben, mert itt aztán minden van ez a telken, és egyébként még eladó is. Sőt, azért válasz, egy másik telek nem is az, amely... Hanem igen, itt van a kerítés határ, akkor ez már egy másik telek. Ami egyébként az eladó tábla is kint van. Tehát valakit esetleg érdekel. Mindjárt lefilmezem azt is, hogy csak ha érdekel valakit, akkor tudja, hogy hol kell érdeklődni. Na, tessék, itt van. Ott a telefonszám is. És hát akkor ez a kis kurta vlog az ennyi lett volna, csak ezt szerettem volna megmutatni. Aztán majd kommenteljétek be, hogy szerintetek is vasúti vagon-e, vagy az lehetett. Nekem gyanús minden esetre. És ahogy erre felejöttem, még láttam még egy érdekességet, majd azt is meg fogom nézni. De az már egy másik vlog téma, ez úgyhogy ez ennyi volt, akkor köszönöm, hogy megnéztétek, tudjátok, like, dislike, komment, feliratkozás, úgyhogy amit gondoltok, sziasztok!